lejjebb célozni. És akkor jó. Oda lő ez egyébként, ahol most benéztem a csövet. Doboznyitás. A legfontosabb. Hát annyira nem lehet becélozni, hogy itt ment át a lövés. Ez az apróság, amit a kezembe tartok, ez egy 44-es kaliberű Pederzoli Liégi Derringer, amit évtizedek óta gyártanak, különféle formákban, díszítésekkel, csőhosszokkal. Van belőle például olyan, ami egy könyvbe van elrejtve, van, ami diófa dobozban van. Ez egy elég régi darab, talán valamikor a 80-as évekből származik, és adtak hozzá egy ilyen kis lőportartót, természetesen teljesen szabálytlan ilyenből tölteni, azt csak előre kimért lőportöltettel szabad. De egyébként a méret teljesítmény arányban, ugye ez a 19. század közepének második felének volt egyfajta ilyen polgári önvédelmi fegyvere, amit be lehetett tenni egy külső kavárzsebbe, és közvetlen közelről le lehetett durrantani vele a banditát. Tehát olyan kurva kevés fér be, tehát én nem tudom, hogy ez hogy fog így működni, de hát ez van. Vannak erős kétségeim a teljesítménye kapcsán. Most ennél jobban rá nem is tudom húzni. Eltaláltam nagyon a tetejét, tehát még lejjebb kell tartani. És van egyébként rendes hátralúgások, tehát működik a dolog. Fölfele van? Hát, honnan tudja. Mit csinálják? Ugye, hogy jó rejthető legyen, nincs, látszólag nincsen első billentyűnk, azonban amikor teljesen felhúzzuk a kakast, alul kipattan az első billentyű, és már is lőhetünk. És talán visszahajthatjuk. Kakasnak van biztonsági állása is, akkor nem pattan ki. Tehát innen felhúzom, és egyből lőhetek. Bim. A kakas központi elhelyezkedéséből adódóan a fegyveren egyáltalán nincsen semmiféle irányzék. Nagyjából úgy érzésre lehet maximum 2-3 méterről mellbelülni vele valakit. Tehát ez sportcélra teljesen alkalmatlan, ilyen hagyományőrző versenyeken, rendezvényeken egy jó pofa kiegészítő, meg dísztárgy, meg egyébként a történelem egy működő darabja. Lőpor. Ezt átadom neked. Köszönöm. Akkor most megint beleteszünk egy 451-est. Végül is ez is ott volt rajta. Ugye azt látjuk, hogy ez egy perkussziós, tehát csappantyús gyújtású, 4 mm-es csappantyúkkal működik, és olyan, mintha fognám is ugye előről kéne a tapasztalt gömlövedéket betölteni. Csak hogy ennél sok korabeli zsebpisztolyhoz hasonlóan lecsavarható a cső. Ebbe a üregbe kell a lőport tölteni, ugye oda. Mondom, nem ebből, ezt most csak hogy korabeli módon így töltötték. Tehát ott van a lőpor, a csőfarba pedig simán csak bedobjuk a
gömlövedéket, ami ez egy 44-es kaliberű fegyver, amiben ugye elvileg egy alulméretes lövedék kéne, ebben viszont mivel hátulról dobom be, egy 451-es túlméretes, tehát revolverből a lövedéket használunk, és ezt szépen fölcsavarozom ide, úgyhogy a lőpor közben ne hújjon ki. Ezáltal relatíve könnyű tölteni, szükség esetén akár üríteni is, és ugye még egyszer, mielőtt valaki belekötne, ez nem elöltöltős, ez muzeális fegyver, hiszen nem működik semmilyen modern egybeszerelt lőszerrel. Mert! És simán mellé lőttem. Az meg! Faszomba lőttem mellé. Megy! Az meg, én meg fölé lőttem! Na jó, ezt most... Nem. Fölé ment. Tetejét kaptam el. Hát ezért mondom, hogy ez kvázi használhatatlan célzásra. Célzásra nem. Hát úgy, hogy... Visszaszámlálás. Na itt a lövedék. Hát ez egész szépen kilapult. Teszem a fénybe. De azért olyan sok energiát nem, mert... Hát azért... Nem teljesen merőleges volt, azért szakított fölfele egy kicsit. Tehát gyakorlatilag ilyen 200... Ja, még itt is van. Kb. 300 oldalt szakított be meg a borítót. Tehát végülis valószínűleg kurva szar annak, aki előtte áll, de nem egy... Annyira nem egy erőmű. Mondom, lelkes csalad pókerbe, akkor a Biblia megvédi a zsebébe. Hogyha mondjuk több lövés után esetleg megszorulna az égéstermékeknek a szilárd elemeitől a cső ezen a menetes részen, akkor van hozzá egy ilyen kis kulcs, ráhúzom szemből, és gyakorlatilag ezzel, mint egy erőkarral le lehet tekerni akkor is. Most megy. Lejjebb. Attól függ, mit akarsz lőni? Most fölé fog menni, szerintem még lejjebb kell. Ja, úgy, próbáld meg. Könyvet akarod? Jó, könyv megy. Még lejjebb kellett volna. Fölé ment egy kicsit a könyvnek, ha jól nézem. Igen. És a cső az természetesen húzag volt, bár teljesen szükségtelen az irányzék nélküli fegyverre. Lejjebb. Lejjebb, 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 még mehet lefele a cső. Lejjebb. Lejjebb. Egyértelműen lejjebb, Jani. Kezeddel egyet, vidd lejjebb, kezeddel egyet. Amikor már úgy gondolod, hogy alá menne, akkor lesz jó. Még lejjebb. Mert... Ez volt a jó.